Tisztelt Országgyűlés! Kérem, hogy foglalják el helyüket. Munkánkat az azonnali kérdések megtárgyalásával folytatjuk. Hiller István, az MSZP képviselője, azonnali kérdést kíván feltenni a Nemzeti Erőforrás Miniszternek a közoktatásról címmel. A miniszter úr halaszhatatlan közfeladata ellátása miatt választadásra Hoffmann Rózsa államtitkár asszonyt jelölte ki. Kérdezem, képviselő urat, elfogadja-e a válaszadó személyét, vagy személyesen a miniszter úrtól kéri a választ? Igen, elfogadom. Igen. Képviselő úr, öné a szó. Elnök úr, tisztelt államtitkár asszony, képviselő asszonyok és képviselő urak. Államtitkár asszony, bár ön a Magyar Köztársaságban az oktatásért felelős államtitkár, a hírek arról szólnak, hogy ön elfelejtette meghirdetni az új tanévet. Bárhogy is van, az a tény, hogy mind a mai napig nem jelent meg az új tanév rendje, pedig hamarosan befejeződik a mostani. Tisztelt államtitkár asszony, az elmúlt évtizedekben egymást követő kormányok, egymást követő miniszterek tartották magukat ahhoz a jogos elváráshoz, hogy május első felében, közepén meghirdetik az új tanévet. Azért, hogy diákok, pedagógusok, iskolaigazgatók, szülők tudjanak tájékozódni és persze tervezni. Tisztelt képviselő asszonyok és képviselő urak, a tanév rendje tartalmazza, hogy mikor kezdődik a tanév, hogy mikor ér véget, hogy mikor van az őszi, a téli, a tavaszi szünet. Ez azonban most, június 6-án, a következő tanévra, ami vélhetően mégiscsak szeptember környékén kezdődik, nem tudni. Azt szeretném megkérdezni, tisztelt államtitkár asszony, miért nem hirdette meg időben a következő tanévet? Mi akadályozza önt, mi akadályozza önöket abban, hogy megtegyék ezt, miközben ehhez nem kell pénz, se kormánypárti egység, csupán odafigyelés. Szóval, tisztelt államtitkár asszony, azt szeretném öntől megkérdezni, hogy miért nincs meghirdetve június 6-án a következő tanév? Köszönöm szépen. Megadom a szót Hoffmann Rózsa államtitkár asszonynak. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselő úr, a tanév rendjének meghirdetését jogszabály nem köti semmiféle dátumhoz. Ezzel együtt is a kérdése részben jogos, mert joggal várják el az iskolák a tanév vége felé, hogy tudják, hogy mik lesznek a dátumok a következő tanévben, de megnyugtathatom, hogy a tanévrendje elkészült, időben némi dátumok körüli pontosítás miatt húzódott a kiadásnak az időpontja, és még tart a tanév, az idei tanév is, tehát ott vannak még az iskolában gyerekek, tanárok, vezetők, pedagógusok és egyéb dolgozók, mert időben meg fogják tudni. Miután én magam is észleltem a késlekedést, nem tudtam, hogy ön ma ezt fogja kérdezni, de ezzel együtt is ma délelőtt kérdeztem éppen meg telefonon, hogy hogy áll a dolog, holnapi napon fönt lesz már a megfelelő helyeken. Ezért a párnapos késlekedésért természetesen elnézést kérünk azoktól, nem hiszem, hogy bárkinek ez olyan problémát, zavart okozott volna, hogy emiatt a jövő tanév indítása akadályba ütközött volna. Nos, ennyit tudok válaszolni a kérdésére. Viszont válasz, ha megadom a szót képviselő úrnak. Elnök úr, tisztelt államtitkár asszony, köszönöm, a válasz a korrekt. Tetszik tudni, igazából az a probléma, hogy amit mond, az csepp a tengerbe. Így van ez a felvételivel, amelyel több hónapon keresztül csúsztak. Így van ez a közoktatási törvény meghirdetett koncepciójával, amelyet decemberre ígértek. Így van ez a felsőoktatási törvény koncepciójával, amit viszont már augusztusra ígértek. Van tapasztalatom, azt gondolom, hogy tudom, jó munka időigényes, de a felfokozott várakozások, meg az a fajta szokásrend, amelyet, mint mondom, az előző kormányok mindegyike tartott, azt kell, hogy mondjam, ez nem önmagában a tanév rendje tekintetében, hanem az egész munkametódus tekintetében aggályos.
Államtitkár asszony, azt kell mondjam, ez nem megy. Tessék végig gondolni, úgy gondolom, ez nem megy. Köszönöm szépen. Viszont válasz illeti meg államtitkár asszonyt. Tisztelt képviselő úr, nevezzem meg egyetlen egy olyan esemény, történést az iskolák, az egyetemek, főiskolák életében, amelyek akadályba ütköztek volna azon késlekedések miatt, amelyeket ön felsorolt. Egyetlen egy ilyet sem tud megnevezni, az élet zajlott, az iskolák működtek, most is működni fognak. Hogy a felvételi hol csúszott hónapokig, őszintén szólva nem is értem, hogy miről beszél, az pedig, hogy a törvénykoncepcióknak a elfogadása és a törvények beterjesztése csúszik, az azért történik, mert igazán jó törvényeket akarunk, mert mindenkivel egyeztetünk, azokkal is, akik azt hazudják bele a médiába, hogy ilyen egyeztetések nem történtek. Ön is tudja, hogy ez mennyi időt vesz igénybe, mert olyan törvényeket szeretnénk megalkotni, amely a lehető legtöbb szakember és a szakterület lehető legtöbb alkalmazottjának, dolgozójának és érintettjének a támogatását bírja. Nos, ez az oka a késlekedéseknek. Ha egyszer felmutat egy valóban elmaradt eseményt, akkor azt hiszem, hogy egyet fogunk érteni, de ilyen egyelőre nincsen. Most már mindegy. Tisztelt Országgyűlés, Berta Szilvia, a Jobbik képviselő, azonnali kérdést kíván feltenni a belügyminiszternek. Felkészült-e a kormány learatni a vihart, amelyet széllel vett? A miniszter úr halaszthatatlan közfeladat ellátási miatt válaszadása Kontrát Károly államtitkár urat jelölte ki. Kérdezem, képviselő asszonyt, elfogadja a válaszadó szemét? Igen, elfogadja. Öné a szó. Köszönöm a szót. Tisztelt államtitkár úr, a kormány cinizmusa nem ismer határokat. Miközben folyamatosan a nemzeti konzultációt és társadalmi párbeszédet hangoztatják, közben valójában a kormány csak diktál, a másik fél pedig legfeljebb rábólinthat. Legjobb esetben is egy asztalnál ülnek, de se konzultáció, se párbeszéd. Ellenvélemény, ellenérvek nem érdeklik a kormányt, aki nem ért egyet, tiltakozik, az dezertőr, ha elmondja a többieknek a tényeket, akkor közösség elleni izgatást valósít meg. Mindenkit, aki ellenáll, el akarnak távolítani, ahogy meg is tették Szima Judittal, a Tetrekész Magyar Rendőr Szakszervezet főtitkárával, akit pénteken vettek őrizetbe, mondjuk ki politikai foglyot csináltak belőle. Eközben miniszterelnök úr nem mer kiállni a rendvédelmi dolgozók és családjaik tömeg elé, és elmondani nekik személyesen, hogy miért és mit kívánnak tenni velük. Inkább gúnnyal üti el a felelősségét, és talán utalva arra, hogy a nemzeti konzultáció csak egy nagy bohóckodás, önmaga helyett a bohócügyi államtitkárt kínálja fel az elkeseredett emberek számára, mint méltó párbeszédpartnert. Ráadásul láthatólag ismét fogalmuk sincs azokról az emberekről, élethelyzetükről, akikről dönteni készülnek. Úgy tűnik, azzal sincsenek tisztában, hogy hány élet múlik nap mint nap rajtuk, és a most már szolgálata nyugdíjban lévők jelentős része szolgálata során hány emberi életet mentett meg. Őket próbálják most élősködőként feltüntetni, cinizmussal, gúnnyal lejáratni, megalázni azelőtt a társadalom előtt, ami baj esetén hozzájuk fordul először. Az embereket két dologgal lehet igazán felbosszantani, ha méltóságukat sértik meg, vagy ha a létbiztonságukat veszélyeztetik. Önök mindkettőt megteszik most a rendvédelmi dolgozókkal. Miért? Tisztességesen megfizetni nem hajlandóak az állam és a társadalom szolgálatában végzett munkát, és most úgy tűnik, hogy azzal próbálják a társadalom ellen hergelni ezeket a rendvédelmi dolgozókat, és majd a szolgálatba visszahívottakat rábírni arra, hogy akár embertelen szintig is betartassák a rendet és a törvényeket, hogy a társadalomra hivatkozva viszik véghez ezeket a módosításokat. Fontos és tisztázandó kérdés, hogy kiknek a nyugdíját készülnek átalakítani keresetpótló juttatássá. Csak a rendvédelmisekét, az alkotmányellenes diszkrimináció, ezt önök is tudják. Várom megtisztelő válaszát. Megadom a szót Kontrát Károly államtitkár.